Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket. Még mindig nyár van, mire ezt az adást látni fogják, és nagyon örülök, hogy Őri Ajándék elfogadta a meghívást. Ma vele fogok beszélgetni a keleti gyógyászatról. Annyit tudni kell, vagy érdemes tudni a nézőnek, hogy én az ő édesapját ismertem meg, Őri Ajándokot, aki az egyik úttörője volt kis hazánkban a kínai orvoslásnak és az akupunktúrának, és Ajándék az ő, ha úgy tetszik, a nyomdokaiba lépett, és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dolgozik. Ott van most már szerencsére egy ilyen keleti gyógyászati csoport, és ott annak a vezetője, ha jól tudom, ha jól mondtam. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és hálásan köszönöm ezt a kedves meghívást, ami igazán megtisztelő, és hát tényleg szeretnék az édesapám nyomdokaiba lépni, ami azt is jelenti, hogy azért mi egy gazdag örökséget kaptunk tőle a szó szellemi értelmében, és hogy ez azért egyfajta lehetőséget, meg kihívást is jelent, hogy ezt méltó módon gondozzuk, és adott esetben továbbfejlesszük. Valóban a Semmelweis Egyetemen dolgozom, az integratív medicina tanszéki csoportvezetője vagyok, tehát ilyen értelemben most már a szó modern értelmében vett integráló medicinának a hírvivője a Semmelweis Egyetemen, hogy így fogalmazzak, szabadon választott tárgy keretében ismerkedhetnek meg az orvostanhallgatók, akár a hagyományos kínai orvoslással, akár a komplementer eljárásokkal egy olyan kontextusban, amiben a tudományos evidenciák is már beépültek. Ugye mind a kínai, indiai, de azt mondanám a muszlim gyógyászatnak is több évszázados, vagy ki tudja hány évszázados hagyománya van, és mindegyik tud sikeres lenni. Vágjunk is bele a közepébe, mi az az alapvető eltérés, ami az itt általában tanított nyugati medicína és a keleten gyakorolt hát integratív medicína között, mert ugye hétköznapi ember is tud olyasmiről, hogy Kínában például nyelv alapján diagnosztizálnak, például pulzus alapján. Oda megy az orvos, megnézi a páciensnek a pulzusát, ettől hanyattesnen állunk a körzeti orvos mondjuk, de ez sok-sok éves gyakorlás eredménye. Tehát ilyen felszínes dolgokat megtapasztalhatnak itteni emberek, csak nem értjük, hát hogy van ez? Hát ez egy forrongó terület, és nagyon számos bugyra van, tehát nagyon sokféle irányba lehet elindulni, de hogyha visszatérünk a legelejére, ami az időfaktort jelenti, akkor azt mondhatjuk el, hogy a nyugati tudományos evidenciákon alapuló orvoslás az a legfiatalabb orvostudomány, és hogy ezek a tudományos evidenciák, ezek alapvetően az egykomponensű gyógyszerekre lettek kifejlesztve, és most már a tiszta tudományról elég jelentősen elindultak az üzleti érdek képviselete irányába, hiszen ahol a pénz van, ott lehet ugye a tudományos vizsgálatokat megvalósítani. Azt hiszem, hogy erről a területről bőven elég, hogyha ennyit mondok. A hagyományos kínai orvoslás és az egyéb tradicionális, az ember teljes egészében figyelembe vevő gyógymódok, azok több ezer éves múltra tekintenek vissza. Ilyen értelemben a kínaiak különösképpen szerencsések, hiszen őnáluk nem rombolódott le ez az egész egészségügyi rendszer, hanem folyamatosan ők ugye nagyon hagyománytisztelőek, és a gyökereiket nagyon-nagyon jól ismerik, és annak az ismeretére egyébként mindig nagy hangsúlyt fektetnek. Tehát most a 21. században az ő közreműködésükkel mi megtapasztalhatjuk azt, hogy hogyan tud az ember egyfajta harmonikus kapcsolatban élni az őt körülvevő világgal. Úgy egyébként, hogy ez az orvostudomány maga is fejlődik, és egyébként alkalmazzák a nyugati
gyógyszereket is, még mondjuk az akupunktúrás kezelésben is, tehát mondjuk egy nyitott szívműtétet is lehet a hagyományos kínai orvoslás eszközeivel érzésteleníteni, és sokkal gyorsabb lesz a regeneráció. De hogy visszatérjünk még mindig a gyökerekhez. A kínaiak egy egész másféle szemléletrendszerben gondolkodnak, mint mi európaiak, és ez egy funkcionális kapcsolatrendszer. Egy kapcsolatrendszer az ember és a környezete között, és ebben a funkcionális kapcsolatrendszerben az embert kívülről érő hatásoknak és a saját magában kialakuló érzelmeknek, a belső hatásoknak egyaránt hatásuk van a belső szervekre, az egészségre. És a belső szerveket és az egészséget, mint egy egyensúlyi állapotot tekintik a kínaiak. Tehát, hogyha elég erős az egyensúlyunk, és abból nem tud minket kibillenteni mondjuk egy vírusfertőzés, vagy adott esetben egy nagy eső, vagy egy hideg hullám, akkor meg tudjuk őrizni az egészségünket. Ugyanígy a másik irányból, hogyha az érzelmeink nem csordulnak túl, akkor meg tudjuk őrizni az egyensúlyunkat. De például, hogyha az emberre nagyon hosszan hat egyfajta hatás, ami benne belülről változást idéz elő, például túlságosan hosszan lesz szomorú vagy aggodalmaskodó, akkor az megbetegítheti bizonyos szerveit, betegséget okozva, kibillentve az egyensúlyi állapotából, és ugyanígy, ha valami drasztikus dolog történik vele, gondoljunk mondjuk a háborúban, ami sajnos itt van a közelünkben, a rettegésre, a félelemre, akkor az ugyanúgy felborítja ezt a belső egyensúlyt, betegséget okozva. A kínaiak fő célja tehát az egészségmegőrzés, az egyensúlyi állapot fenntartásán keresztül. De ez eléggé általános, ezzel úgy nem nagyon tudunk az egyensúlyjal mit kezdeni, mert legalábbis az ilyen nyüzsgő nagyvárosi élet teljesen alkalmatlan a normális egyensúly fönntartásához. Nézőknek annyit mondok most, hogy én Angliából loholtam ide ma, és a tegnapi napot az angol ilyen vidéken töltöttük, és én csak el voltam ámulva, hogy ott a nők azzal kezdik a napot, hogy kilovagolnak. Szép, csöndesen, nyugodtan, madarak csiripelnek, birkák legelnek, na itt senki nem kap infarktust. Ellenben, ha az ember végigmegy már a nagykörúton, egy sima villamos utazás is eléggé erős ingerekkel jár. Na most ilyen környezetben hogy lehet ezt a bizonyos egyensúlyt megőrizni? Az egyensúlyt elsősorban tudatossággal lehet megőrizni, azzal, hogy odafigyelünk rá. Tehát az első az, hogy tudatosul bennünk az, hogy elveszítettük. Vagy tudatosul bennünk az, hogy Budapestnek, mint nagyvárosnak milyen erős hatása van. És megpróbáljuk ez alól a hatás alól ideig, óráig kivonni magunkat. Ezt sokféleképpen megtehetjük. Tehát például, ha valakinek van lehetősége mondjuk a vidéki nyaralójába elmenni hétvégente, ez már önmagában jelenthet egyfajta igazi feltöltődést, de akár itt Budapesten belül is megtehetjük, például egy templom csendjében, egy kicsit visszavonulva, vagy hogyha nem fokozzuk a ránk ható külső információ mennyiséget, mondjuk nem kapcsoljuk be a tévét, vagy a rádiót, hanem szentelünk arra időt, hogy egy kicsit magunkba tudjunk nézni, magunkba fordulni, és lelassulhassunk. Ez a típusú lelassulás, ez egy nagyon-nagyon fontos összetevője az egyensúlynak, mint ahogy egyébként a monotonan végzett feladatok is elősegíthetik azt, hogy közben az embernek a gondolatai szabadok legyenek, és ez is segíthesse a saját belső egyensúlyának a fenntartását. De természetesen magunk is olyan értelemben tehetünk még pluszba ezért, hogyha mondjuk valamiféle torna gyakorlatot végzünk, és hogy maradjunk a hagyományos kínai orvoslásnál, egy tai chi vagy egy qigong, vagy adott esetben egyébként egy jó futás is, ami legalább fél órát tart, de inkább mondjuk egy órán keresztül tart, ez elősegítheti azt, hogy az egyensúlyi állapotunkat megőrizhessük. Néha 8 kerbe is ellátogatok, és ott a köztársaság téren rendszeresen látom, hogy a környéken lakó kínaiak tájcsiznak reggelente. Legalábbis tavasztól őszig ez látszik. Ugye, aki nem tudná, és ezt azért nem sokan tudják, hogy mi is a tai chi, ilyen nagyon lassú mozdulatokat végeznek, és olyan, mintha egy láthatatlan gömböt fognának, és azt forgatnák,
külső szemlélő ezt látja legalábbis. Mire jó az ilyen tai chi, és jó-e ez betegség megelőzésre vagy gyógyításra? Tehát ez is a távol-keleti, a kínai medicínának talán egy része. Így van, ez a testmozgás része, és egyébként ez önmagában is már több ezer éves, mert a kínaiak mindig óriási figyelmet szenteltek annak, hogy az emberek saját maguk aktívan tegyenek az egészségükért. Tehát a hagyományos kínai orvoslás egy prevenciós szemléletű gyógymód, ami azt jelenti, hogy még mielőtt a tünetek megjelennek, már azelőtt elkezdünk velük foglalkozni, azzal a céllal, hogy ne is jelenjenek meg, és azért nem, mert az egyensúlyi állapotunk fennmarad. És hogy ezt kicsit jobban érzékeltessem, hogy honnan is tudhatjuk azt, mert engem mindig foglalkoztatott ez a kérdés, hogy honnan tudhatom azt, hogy meg fogok betegedni, vagy nem, egészséges maradok, biztonságban vagyok, vagy éppen jobban oda kéne figyelnem magamra. És ezt most már egyébként a modern stresszkutatók tök jól megválaszolták ezt a kérdést, ami azt jelenti, hogy amikor teljes nyugalomban vagyok, vagy élem a mindennapi életemet a maga megszokott ritmusában, és különösebb hatás sehonnan nem ér, akkor a szervezetem egy szabályozott egyensúlyi állapotban van, ez egy hormonálisan, idegileg, és mindenféle anyagcsere folyamatok által jól beszabályozott rendszer. És akkor, hogyha ér engem valamiféle terhelés, mondjuk egy stresszforrás, akkor az történik, hogy a szabályozó rendszereim egy új egyensúlyi állapotot hoznak létre, amivel kompenzálni tudják ezt a stresszforrást. De ez őtőlük egy nagyobb energiabefektetést igényel, mondjuk több kortizol stresszhormon szabadul fel a szervezetemben. Ha véget ér ez a terhelő hatás, akkor minden visszaáll a maga eredeti medrébe. Hogyha pedig nem, akkor kénytelen tovább kompenzálni a szervezetem, és ilyenkor fog az megjelenni, hogy például felmegy a vérnyomásom, mondjuk tünetmentesen, vagy éppen kialakul egyfajta alvászavar, mindig felébredek mondjuk hajnalban, és azon kattog az agyam, hogy mi van a munkahelyemen, vagy mi van a családomban, és így tovább. Vagy éppenséggel az történik egy-egy ilyen stresszes esemény után, hogy mondjuk nagyon-nagyon kívánom a csokoládét, az édességet, a zsíros ételeket, vagy éppen a sósat, és este, amikor a fárasztó és stresszes nap után hazaérek, akkor jól belakmározom ezekből, és kialakul először egy úszógumi. Na, amikor ezek a tünetmentes dolgok, a magas vérnyomás, az úszógumi és az alvászavar, ez már azért tünetes, ugye, megjelennek, akkor gondolnunk kell arra, hogy az egyensúlyi szabályozó rendszereink már kibillentek abból a harmonikus állapotból, ami az egészségünket jelenti, és hogyha ekkor nem avatkozunk be tudatosan, akkor biztosan baj lesz a vége, szívérrendszeri betegség, daganatos betegség, cukorbetegség, elhízás, és így tovább. És valljuk be őszintén, hogy azért nagyon sokan közülünk szenvednek ezektől a kórképektől, ez a 21. század nagy kihívása. Na most, mit tudunk tenni a hagyományos kínai orvoslás eszköztárához nyúlni? Mert ők azt mondják, hogy ők már a legelején a következőre koncentrálnak. Tehát mikor még meg se jelent a panasz, ők már előre tudnak gondolni arra, hogy mi fog következni. És ezt azért tudják megtenni, mert ők mindig egy kapcsolatrendszerben gondolkodnak. Például vegyünk egy nagyon egyszerű területet, mondjuk tavasz van. Ha az öt fázis szerint, az öt elem tana szerint gondolkodom, akkor a tavasz az a fa elemhez tartozik, és a fa elemhez még sok minden más is tartozik, az emberi szervezetben például a máj, ami ugye az emésztésünket segíti, de a kínai kapcsolatrendszer szerint egy fékező hatással van, kontrollálja a fő emésztő szerveinket, a kínai orvoslás szerint a gyomrot és a lépet, tehát a felső emésztő traktusunkat, talán így fogalmazhatnánk meg inkább. Ezért, ha valakinek alapból, mert mindannyiunknak van gyenge pontja, gyenge mondjuk a gyomra, akkor tavasszal lehet számítani arra, mivel hogy a máj évszakában tavasszal a máj nagyon erős lesz, és az ugye fékezi, kontrollálja a gyomrot, lehet számítani arra, hogy a gyomor panaszai, például a refluxa erősebben fog jelentkezni. És ekkor, hogyha az illető elmegy a kínai orvosához, meg lehet előzni azt, hogy ezek a problémák kialakuljanak, mert a kínai orvos előre gondolkodik, és már azt is elkezdi kezelni, ahol az egyensúly még éppen megbillent, de tüneteket egyáltalán nem adott. Tehát így tudjuk kihasználni a hagyományos kínai orvoslást a betegségek megelőzésében. És persze tudok még tovább is beszélni, például arról, hogy a tai chi hogyan tudja megelőzni a betegségeket, hiszen ez volt csak tanár úrnak az első megjegyzés. Egy rövid közbevetés. Ugye a magyar egészségügyi büdzsébe, ha jól tudom,
a teljes költségeknek az 1 vagy 1,5%-a megy megelőzésre, és az összes többi gyógyításra. Én szívem szerint fordított arányt látnék jól, vagy annak örülnék, és az olcsóbb is lenne, tehát a megelőzés az a legolcsóbb, és nagyon érdekes számomra, hogy például az Egyesült Államokban, ami a világ leggazdagabb országa, nagyon sok a beteg ember, az elhízott ember, és most jutottak el abba a szakaszba, hogy most már csökken, körülbelül az utóbbi 5 évben csökken a várható időtartam, tehát túljutott az egészségügy csúcsán, vagy az egészségesség csúcsán a világ leggazdagabb országa, és csúsznak lefelé, mert a megelőzés ott sem üzlet, de itt sem üzlet. Tehát azt tudnunk kell, hogy hivatalosan az adó forintunkért nem fogunk kapni megelőzési tanácsokat. Azt mindenkinek tudatosan látnia kell, meg kell élni, és most nézőknek mondom, pont azért beszélgetünk, hogy, és sokszor erről a témáról, hogy a problémákat előzzük meg, és ne a gyógyítással kínlódjunk, mert az mindig hosszabb, mindig bizonytalanabb, mindig fájdalmasabb, és és a megelőzés hát mindennek az az alapja. Tehát ugye többször is elhangzott az a szó, hogy a megelőzés mint üzlet. Tehát nem lehet üzlet, mint ahogy az egészség sem lehet üzlet. A megelőzés a felelősség öröme. És ez a felelősség, ez belülünk kell fakadjon. Tehát, hogyha nincs meg a belső motivációnk az egészségre, és nincs meg az az igényünk, hogy a saját kezünkbe vegyük a sorsunkat, akkor kár is miről beszélni. Van ez a vicc, ugye, hogy ha az ember az orvosára bízza az egészségét, és a jogászára bízza az üzleti ügyeit, és a papjára bízza a lelki életét, akkor már réges-rég összeomlott minden. Ezekért mind mi vagyunk a felelősek, de ez nem tudatosul bennünk igazán jól. Az édesapám már egészen fiatal éveiben belefogott az egészségbónusz elvnek a hirdetésébe, ami pont hogy arról szólt, amit ön is mondott, tanár úr, hogy az embernek tennie kell az egészségéért, és hogyha egy egész éven keresztül aktivitással meg tudja őrizni az egészségét, akkor kapjon egyfajta bónuszt, kapjon mondjuk plusz szűrővizsgálati lehetőséget ingyenesen, vagy egy fürdőjegyet, amivel ő a saját egészségét még tovább fejlesztheti. Ez a típusú pozitív szemléletmód, ami az egészségre, mint értékre, és mint a saját felelősségünkre tekint, erre még nem vagyunk érettek, legalábbis nem politikai szinten, vagy közösségi szinten, de az egyén szintjén azért már érettek lehetünk erre, és ugyanígy az édesapámnak az öröksége, maga a 312 meridián torna, amit ő mindig is szeretett, ez egy a mi hazánkban egy magyar-kínai koprodukció, ezt az ő barátja, prof. Csucsong Xiang biofizikus kínai akadémikus fejlesztette ki, és az édesapám honosította meg itt Magyarországon, az indulója 312, ne hagyd el magad, vedd kezedbe saját sorsodat, életed így meghosszabbítod, betegséged magad gyógyítod. Rajta hát szeretettel add tovább ezt a nagy csodát. Ez egy olyan egyszerű tornagyakorlat, egy körülbelül 30 perc alatt elvégezhető gyakorlatsor, ami csak egy mérsékelt intenzitású testmozgást jelent, kiegészítve 3 akupunktúrás pontnak a masszírozásával, az egy az a hasi légzés, tehát a hasi légzéssel és a kétlábas guggolással, és az, hogy ez mennyire hatékony ez a torna, az pont a COVID ideje alatt bizonyítottuk be tudományos vizsgálattal. Az jött ki, hogy a stresszterhelése sokkal alacsonyabb azoknak az embereknek, akik meridián tornát végeztek, és nem csak a testi jóllétük, mert hiszen azt ugye feltételezzük, hogy egy rendszeres torna hatására az ember testileg jobban érzi magát, de mentálisan is, a mentális jóllétük is sokkal jobb volt. Most július 9-én lesz a meridián tornának a családi napja, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk Budakalászon a Hollóvölgyben. Ez 9 órától, ez egy non-profit rendezvény, úgyhogy mindenki, aki úgy érzi, hogy szívesen és örömmel vállalna felelősséget az egészségért, és ehhez szívesen felhasználná a hagyományos kínai orvoslás eszköztárát,
az csatlakozzon hozzánk. Sajnos ez a beszélgetés augusztusban megy adásba, úgyhogy ez, ha lenne időgépünk, csak akkor működhetne. Ugye mi előre veszük fel ezeket a dolgokat. Viszont a nézőknek megígérem, most ugyancsak egyeztetési problémák miatt most csak két adást tudunk fölvenni, de megkérem ajándékot, hogy hozzon el legközelebb pendrive-on ábrákat, tehát ilyen pozíció ábrákat, és nézzük meg együtt. Sőt, videót is tudok, ami elérhető, igen. És arról is el lehet kezdeni gyakorolni. Tehát, azt a linket szívesen megosztom, igen. És akkor közkincsét tettük. Így van, ez lenne a lényege ennek a beszélgetésnek, hogy fölhívjuk a figyelmet ezekre az olcsó lehetőségekre. Igen, ingyenes. Mert sok ezer, sok száz éven át nem voltak modern diagnosztikai eszközök, nagyon egyszerű házilagos diagnosztikával és terápiával oldották meg az egészségmegőrzést, és a nézőknek mondom, hogy azt gondolják sokan, hogy hát a kínaiak úgy hullanak, mint a legyek. Nem. Kínában a 70-80 éves életkor, ha nem voltak háborúk és pusztító pestis járványok, ami mindig a háború következménye volt egyébként. Tehát a 70-80 éves életkor az nem volt szokatlan Kínában. Csak hogy a diagnosztikára visszatérjek egy kicsit, ugye, hogy szó volt róla most, hogy egyszerű diagnosztikával diagnosztizáltak. A pulzus diagnózist is nevezhetnénk egy egyszerű diagnosztikának, hiszen ugye eszköztelen. Az eszköz az ujjam. A három ujjam, amit ráteszek a csuklón futó artéria radialisra, de mind a három ujjam alatt más-más szervnek az állapotát tudom tapintani, és ezeknek a szerveknek kapcsolatrendszerük van. Ugye ezt már sokszor mondtam, hogy a kínaiak mindig kapcsolatrendszerben gondolkodnak. Tehát például, hogyha valakinek a mutató ujjam alatt a jobb csuklón a pulzusa gyenge, akkor arra gondolok, hogy gyenge a tüdeje, mert a tüdőt és a vastag belet tapintom ezen a pulzus helyen, és azt is tudom, hogy a tüdő az részben a légutakkal kapcsolatos, tehát a felső-alsó légutakért, hogyha most zajlott éppen egy vírusfertőzése, vagy éppen szénanáthás, akkor ugye abszolút gyengébb lesz a tüdeje ezen a helyen. De az is lehetséges, hogy van valami olyan mély bánata, ami mindig visszavisszatérően őt éppen károsítja, sőt, még az is lehet, mert a tüdő a bőrért is felelős, hogy valamiféle bőrbetegségben szenved. Ezért anélkül, hogy bármit mondana nekem, pusztán abból, hogy rátettem az ujjaimat a csuklójára, az artéria radialisra, és természetesen azért, mert megvan az a tudásom, hogy tudom, hogy miket kell összefüggésbe hoznom az ujjaim alatt észlelt elváltozásokkal, rá tudok kérdezni arra, hogy mindezek a betegségek, vagy ezek az érzelmi hatások esetleg nála előfordulnak-e. És ezzel már is sokat segítettem abban, hogy a lényegre tapintsunk rá. Rátapint a lényegre, ez is mennyire magyaros, szép kifejezés, igen, és mennyire mutatja azt, hogy a magyaroknak talán mindig is volt egyfajta kapcsolatuk azzal a gyógymóddal, amit ma hagyományos kínai orvoslásnak nevezünk. Már csak 2,5 percünk maradt, a nézőknek megígérem, hogy ezen a vonalon megyünk tovább, és a következő beszélgetésben is ezeket a konkrét módszereket vesszük végig, mert többre egyszerűen most nem lesz idő. Csak egy utolsó rövid kérdés, ha egy hallgató a SOT-én azt mondja, hogy én szeretném ezt a kínai pulzus diagnosztikát megtanulni, van erre lehetőség, megtanulható nálam. Ez? Igen. De mennyi idő alatt, mert én azt gondolom, hogy ehhez egy élet kell. Ez olyan, mint ez a zongorázás. Van. De egy életen keresztül tanulunk. Tehát, hogyha az ember meg tudja őrizni azt a típusú gyermeki nyitottságát, hogy az érdeklődése megmarad, akkor képes egész életében fejleszteni a tudását tanuláson keresztül. És az a mondás is megülít, hogy gyakorlat teszi a mestert. Tehát, amint az embernek megvan az elméleti tudása hozzá, azt azonnal gyakorlatba kell ültetni, és minél többet gyakorolja, annál precízebben és sokrétűbben tudja végezni. Nekem, mint mérnöknek azonnal beugrik, hogy
na, nyomásszenzorokat oda, mesterséges intelligenciát ráereszteni a szenzorok jeleire, és hát ha ki lehetne találni így egy jó szoftverrel, hogy mi a betegség, lehet tanulni évszázadok tapasztalataiból. Ez így van, de az embert nem helyettesítheti így semmilyen mesterséges intelligencia. Persze. Kedves nézők, megint lejárt a 25 percünk. Őri ajándéknak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és ilyen érdekes dolgokat mesélt nekünk, és megígérjük, hogy a következő adásban visszatérünk. Köszönöm én is a lehetőséget.